Egyes források szerint hetek óta ásnak lövészárkokat ukrán katonák egyfajta második védelmi vonalnak arra az esetre, ha az ukrán hadsereg kénytelen lesz kivonulni Bakhmutból. Az Ukrajnától elcsatolt Donyecki régió megbízott vezetőjének tanácsadója közölte, hogy az ukrán katonai csoportosulást gyakorlatilag körülzárták a város nyugati részében, ahol még civilek is tartózkodnak. Az orosz magánhadsereg a Wagner csoport alapítója, Yevgeny Prigozsin viszont azt mondta, hogy Bakhmutért nagyon súlyos véres harcok folynak, ezért korai még az ostromlott város teljes bekerítéséről beszélni. Prigozsin úgy látja, hogy az ukrán hadsereg erősítést küld a városba, melynek több mint 80%-a áll orosz ellenőrzés alatt. Az ukrán hadsereg vezetői leginkább azokról az áldozatokról adnak tájékoztatást, melyekbe az ellenségnek kerül Bakhmut elfoglalása. Az ukrán vezérkar elismeri, hogy továbbra is ezen a frontvonalon a legsúlyosabb a helyzet, de kiemeli, hogy csak az elmúlt két hétben Oroszország mintegy 4500 katonát és zsoldost veszített.